Üdvözletem! 2022. december 31-e van délután, és most meg fogjuk főzni az ilyenkor már hagyományosnak mondható chili con carnét egy egészen speciális recept alapján. Amit én is úgy olvastam valahol az interneten, de az a helyzet, hogy azóta másként igazából már meg se bírom enni, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Hát, lássuk akkor, hogy milyen hozzávalókra lesz szükségünk első körben. Nos, amire szükségünk lesz, az ugye első körben a darált hús. Ez itt például a kokáért egy szép tálca marha hús, kiolvasztva, kivéve a fagyasztóból. Ezen a tálcán látható a különféle zöldségek. Alapvetően kápia paprikát kellene használni, de az most nem volt kéznél. Úgyhogy piros kaliforniai paprikával fog készülni az alap. Ugye ott mögötte disznózsír látható, az a lepirításhoz kell majd. Van két fej hagyma, illetve majd ez még ki lesz egészítve vörös hagymakrémmel is. Fokhagyma is kellhet bele, ehelyett most erős pistás fokhagymakrémet fogunk használni. Kell természetesen még egy pár fej paradicsom is, amit kiegészítünk, mivel eredetileg kellene hozzá sűrített paradicsom is, egy kicsit édesítsen, meg pürésítsen, hát most használunk hozzá egy kevés szárított koktél paradicsomot, nem sokat, csak egy icipicit. És hogy az erejét is megadjuk, egy darab habanero paprika lesz majd még belefőzve, felszeletelve, szépen, csodálatosan. Az alapléhez kettő doboz barna sört fogunk használni, alapvetően Dreher bakot szoktam, de mivel most ezt nem lehetett kapni, ezért a Krusovicére esett a választás. Én szerintem tökéletes, mert megvan ennek is az íze, zamata, meg a barnasága, ami ehhez a chilihez szükséges. Ezen kívül ugye itt van kettő doboz bab. És most jönnek az érdekes dolgok, na most nagyon fontos, érdekességképpen megjegyezném, hogy én nem használok hozzá kukoricát, mert az eredeti recept sem tartalmazza azt. Ez így, mikor amerikanizálódott az alapvetően mexikó étel, akkor jött be így valahogy a köztudatba, de én ezt nem használom hozzá. Egyébként is lesz édesítve kukorica, és alapvetően édesíten a rajta, de szerintem ez nem kell. Na, hogy testesebb legyen, egy kis étcsokoládé is fog majd belekerülni. Ezen kívül fahéj, hogy a fűszerességét is megadjuk az egésznek. Ugye a fokhagymát és a vöröshagymát azt már tudjuk. Kell még majd bele egy kis római kömény. Cayenne paprika, nem sok, csak kevés. Illetve a füstössége miatt egy kis chipotli. Végül, de nem utolsó sorban, koriandermag és babérlevél. Nos, ezek a hozzávalók szükségesek, hát akkor lássunk hozzá a nulladik lépéshez. Nos, mint látható, a paradicsom és a hagyma már fel vannak szeletelve, és ezen kívül fel van még szeletelve, hogy a kaliforniai paprika is. Az első lépés, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ezt a paprikát nekünk most meg kell sütni, hogy kicsit olyan krémes állagú legyen, a chilinek a textúráját fogja majd javítani. Ezt általában sütőben szoktuk volt csinálni, én most azonban kivételesen ezúttal egy air fryerben, egy légkeveréses sütőben fogom ezt előkészíteni. Elméletileg ennek is ugyanolyan jól kellene majd lennie. A lényeg az úgy is az, hogy meglegyen ez a textúra. Nos! Bedugjuk, és akkor nem valami nagy hőmérsékletre, betesszük 10 percre, és mondjuk 120 fokra. És akkor innen fogjuk majd folytatni, hogyha elkészült. Nos, a paprika szépen megsült, és már be is dobtam hideg vízbe. Ez azt a célt szolgálja, hogy a bőre könnyebben lejöjjön majd. És hogyha lejön, akkor ilyen szép krémes állagú lesz majd az egész. Érdekes egyébként, mert ennek a kaliforniai paprikának nagyon lecsús illata van, ahogy sül. Csodálatos egyébként.
Jól van. Akkor most hozzálátunk végre magához a főzéshez is, hogy az összes alapanyagunk megfelelően előkészítésre került. Ez itt a chili con carne főző edényem, és mint látható, már elő van készítve. Éppen a disznózsír kerül felolvasztásra, ami majd ennek az egésznek megadja az alapját. Kicsit féloldalasan van rajta, így igazítunk, hogy jobban olvadjon. Itt pedig maga a hús látható, amit szépen, óvatosan kézzel szétszedve kezdek el adagolni. Részben azért is, mert még nem olvadt ki tökéletesen, ami hát nem egy zseniális ötlet. De részben azért is, mert így könnyebben porciózna megítélésem szerint. Most a pirítási fázis következik. Ilyenkor, amikor a levének a javát már elfőtte, ekkor jöhet rá a hagyma. Én közben meggondoltam magamat, mert ez az erős pistás fokhagymakrém talán túlondol erőssé tenni, úgyhogy végül is fokhagyma granulátumot fogok használni. Jó. Rábrítjuk a hagymát. Szórunk egy kis fokhagyma granulátumot is, illetve a recept szerint több hagymát kell használni, ezért én még egy kevéske vörös hagyma krémet is adagolok hozzá. Akkor ezt így szépen tovább pirítjuk. Amikor már kellőképpen lepirult, akkor adjuk hozzá további hozzávalókat. Nos, ebbe van előzőleg megsütött paprikánk, illetve egy kevéske szárított paradicsom, nem sok. Csak egy kevés. Egyszer. Majd szépen szét fog fűni. Kicsit fűszerezzük. Ugye most első körben és római köménnyel bolondítjuk meg. Római kömény. Na most a korianderrel az a helyzet, hogy egyébként ez borzasztóan el tudja keseríteni, úgyhogy óvatosan szoktam használni, csak nagyon keveset összetöröm a magot, mielőtt felhasználnám, és úgy szórom bele. És megint megkeverjük. Most teszünk hozzá egy kevéske kevéske csipotlit is, a füstössége véget. Igen-igen kevés cayenne paprikát. Ezt megint összekeverjük. Így. Na és a leges legvégére, mikor már mindez megvan, akkor jön el az a pillanat, amikor egy tényleg kevés habanero paprikát teszünk bele, nem még esetleg ezt a végét, mert a végére általában. Az én paprikám egyébként házi termés, úgyhogy büszke vagyok rá. Na!
Ha ez így most mind megvan, akkor jól összekeverjük. És most jön egy kis varázslat. Egy igen kevés cukor. Ugyanis lehet egy kicsit karamellizálni ezeket a dolgokat, és ez a kevés cukor ezt a célt fogja nekünk most itt szolgálni. Ha mindez megvan, most jön a főzésnek a tényleges fázisa. Eddig csak pirítottunk lényegében, de most főzünk. Íme a sör. Egész jó íze van. Hanem most ezt a csilit szépen felöntjük a sörrel. Egy doboz is elég lehet hozzá, de szerintem kettő jobb ízt ad neki, és akkor tovább is lehet főzni. Nem kell aggódni, egyáltalán semmilyen söríze nem lesz a végére, ugyanis nem ezt a célt szolgálja. Kicsit megkeverem, és tulajdonképpen most kerül bele a paradicsom. Szintén csak az íze véget kerül bele babérlevél is. És ami a receptúrának az érdekessége, ez a fahéj egészben. Ugye ez ad majd egy kicsit olyan hűsítő jellegű ízt a csípősség mellé. Ennek az adagolásánál vigyázni kell, mert ha az ember eltúlozza, akkor kicsit karácsony illata meg íze lesz. Hogy szükség esetén ezt ki lehet venni főzés közben. Én ezt így most beleteszem. Így. Kicsit megkevergetjük. Majd félretesszük a fakanalat. És tulajdonképpen most egy pihenési fázis következik. Rátesszük a fedőt. És most elkezdjük párolni egészen addig, amíg ez a kis ragunk sűrű nem lesz. Egy ideje fő már, és lehet látni, hogy milyen szépen besűrűsödött. De még persze nem tökéletes. Ezt ugye kihasználjuk arra, egy kicsit megkevergessük. Szépen szétfőjön benne. Most érdekesség, hogy esetleg ugye a paradicsom, ahogy szétfő, annak megmarad a héja, és hát az ugye bőrös, ami esztétikailag sem a legtökéletesebb, meg hát az ízélmény szempontjából is kifogásolható lehet egyeseknek. Ilyen esetben lehet esetleg konzerv hámozott paradicsomot használni. Mint látható, most már kellőképpen besűrűsödött. Én úgy gondolom, úgyhogy elkövetkezett az utolsó fázis. Az előzőleg lecsöpögtetett, megmosott magot szépen fogjuk. És hozzá adagoljuk. Elkeverjük. Ám ez még nincs semmi. Mert ugye ilyenkor kell hozzáadni a titkos összetevőt. Igen-igen keveset. Igen-igen kevés étcsokoládét kell még beletenni. Így. Ez is szépen fel fog majd benne oldódni, és akkor tulajdonképpen tényleg már csak percek kérdése, hogy elkészüljünk. Nos, elkészült végre a csilink, akkor nézzük is meg, hogy hogyan mutat a tányéron. Az igazán különleges ízélményt egy kis tejfőre lehet elérni, mivel meg lehet bolondítani
ezt az egyébként is meglehetősen tartalmas ételt, ami kicsit nehéznek mondható, de szerintem nagyon finom. Próbálja ki mindenki nyugodtan a receptet, én magam is előre jó étvágyat kívánok hozzá, én pedig ezt most meg fogom kóstolni. Kellemes, enyhén csípős, ízletes.